Egy ideje beköszöntött az advent, ami a lelki felkészülést és a várakozást jelenti. Ilyenkor az emberek ezt általában úgy fejezik ki, hogy a lakásuk mellé, elé, fölé, az erkélyük korlátjára, a kertjükbe, az ablakukra, vagy a hajlékuk belsejét. Hosszú vékony különböző színűre állítható karácsonyfára, ablakokra és falakra egyaránt alkalmas bizbaszokat tisztítik fel, hogy rondítják el a fészküket. Ez hogy néz ki? Az első olyan, mint egy Roblox figura, amibe van ittasodva. A másik meg akar ölni álmodban. De tényleg, ezt nem Halloweenra készítették? Csak gondolom maradt a szállítmányból, így kirakták a polcokra. Vegye, vigye, el vele. A harmadik meg... Vannak, akik adventi koszorút készítenek, vagy vesznek, és minden vasárnap meggyújtják, ezzel teremtve karácsonyi hangulatot. Sok ember karácsonyi zenét hallgat reggelente, vagy egész nap, forró csokit iszik, vagy karácsonyi vásárokon téblából a mínusz 15 fokban. A BKV 12 éve gondolta, és még jobban feldobja a karácsonyi hangulatot és a fagyoskodást, és így bevezette a világ első fényvillamosát. Racks in my sack or in my bag, yeah. They said, say, Nick, what you got up in that bag, yeah. I got racks in my sack or in my bag, yeah. Snowfall frozen, neck is frozen. Catch me rolling, I'm the chosen. Snow is falling. Így van, egy LED-del ellátott villamos, ami kívülbelül meghozza a karácsonyi hangulatot. Idővel Magyarország összes villamossal rendelkező városában ezek az áramfogyasztó szépségek minden nép karácsony környékén járják a városok utcáin. Először 12 éve, vagyis 2009-ben indult el Budapesten egy UV nosztalgia villamos, ami világ egyik legszebb villamos vonalán. A 2-es vonalán, pontosabban a 2-es és a már megszűnt 2A jelzési vonalon közlekedett. A szolgáltatás nevének helyesírása eleinte meglehetősen bizonytalan volt, nem tudom, hogy ezen mi olyan bizonytalan és mi olyan nehéz, de írták nagy betűvel, köznévként, de még idézőjelben is volt. Mára azonban letisztulóban van. Debrecenben a szolgáltatást adventi fényvillamosnak, Miskolcon adventi villamosnak, Szegeden fényvillamosnak, Budapesten pedig karácsonyi fényvillamosnak hívják. A népnyelven elterjedt a csillamos kifejezés használata is. Budapesten a szerelvény két darab UV motorkocsiból áll, melyek külső oldalát apró izóból álló fényfűzérek díszítik. Továbbá 2010 óta a motorkocsikat belső dekorációval is ellátják. A betétjárat menetrendje általában a normál menetrendbe illeszkedik, és normál BKV egy díszabása vetőigébe. Magyarul, aki 14 éven aluli, az ingyen utazik. Az egyes idényekben évről évre változó villamosvonalakon, a hét napjain gyakran naponta, két naponta változóan, más-más nyomvonalon megy a járat. 2010-ben már a 19-es villamosvonal is közlekedett, és évről évre egyre több villamosvonalon közlekedett. 2020-ban az UV nosztalgia villamos mellé bekerült egy LED-del ellátott KCV 7-es, valamint egy Tátra villamos, melyek még fényesebbé tették az utcákat, és még nagyobb karácsonyi hangulatot teremtettek. Az Árkád egy Mikulás villamos kreált a BKK-val karöltve, mely a 3-as villamos vonalán közlekedett. Idén ledes KCV és a Tátra mellé csatlakozott egy ICV, egy TV6000-es, valamint egy kombinó is. Az UV nosztalgia villamos a 2-es, a 14-es, a 19-es, a 42-es, a 42-50-es, a 47-es, a 49-es, az 50-es, az 56-á, az 59-es, a 62-es és a 69 járatokon jár. A KCV 7-es villamos a 2-2M járaton közlekedik.
Az IC villamos a 47-49-es járatokon közlekedik. A Tátra villamos a 14-es, valamint a Budai Fonódó villamos vonalain közlekedik. A TV 6000-es villamos a 3-as, a 42-es és az 51-es vonalán közlekedik. Végezetül a Kombinó villamos a Nagykörúti villamosok vonalán közlekedik. A villamosok 2022. január 6-áig közlekednek. Ezek a járművek persze nem csak egy csodás lezárásokkal teli városban közlekednek. Csomó más városban is közlekednek, mint Debrecenben, mint Szegeden, és természetesen Miskolcban is közlekedik. Érdekesség, mert a többi nem volt az, már nem csak Magyarországon, hanem Szlovákiában, Pozsonyban is közlekedik, amit Vianočná električka hívnak. A szlovákoknál a december 30-áig közlekedik ez a villamos, szóval ha van oltásod, mehetsz is, csak pár óra a határnál. Szerintem inkább menj oda fényvonattal. Ha nem akarsz lemaradni a további tartalmakról, akkor iratkozz fel, és nyomd be a csengőt, valamint dobj egy lájkot, ezt mind megköszönöm. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!